Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Én Solt vagyok, és a mostani videóban arról lesz szó, hogy kicsit átalakítottam a portfólióm. Konkrétan eladtam a Altria részvényeimnek a felét. Ezt is meg fogom indokolni, hogy miért léptem meg ezt a, ezt a dolgot. Úgyhogy ha érdekel, hogy miért adtam el az Altriát, és hogy milyen részvényeket vettem fel helyette a portfóliómba, akkor mindenképp maradj velem itt a videó végéig. Szóval, sziasztok még egyszer! Eladtam 30 darab Altria részvényemet, Ö, nincs semmi probléma ezzel a céggel, mai napig nagyon-nagyon szeretem ezt a vállalatot, még most is egy jó 12-13%-os pozícióm, viszont azért döntöttem így, mert aki követitek a csatornát, tudhatjátok, hogy nekem az Altria az több mint egy 30%-os pozícióm volt egy adott ponton, ami nagyon-nagyon sok és nem csak azért beszélek én is sokszor a diversifikációról, hogy jártassam a számat, hanem azért, mert tényleg fontosnak gondolom azt, és pláne ilyen piaci helyzetben szerintem nagyon fontos, hogy legyen valamiféle egyensúlya a portfóliókban, legalábbis az enyémben mindenféle kép, úgyhogy ezért adtam el az Altriát, hogy kicsit csökkentsem a kitettségem felé a cég felé, illetve vásároltam belőle Kettő új darab részvényt, ami eddig nem szerepelt a portfóliómban, ez a JP Morgan és a, a Tiro. Ezekről, ezekre is majd rá fogunk egy picit nézni. Illetve természetesen azért 30 darab részvény után maradt egy kis pénz, hogy vásárolgattam más, más részvényeket is, olyan részvényeket, amik már voltak a portfóliómban, de szerintem most már ezek elég jó vételi pozíciók, ha bár tudjátok, ez, ez nem pénzügyi tanácsadás, de én. Bővítettem pár pozimat, úgyhogy erről mind szó lesz a, a mostani videóban. Na, és ha már az Altria-ról beszéltünk, akkor jó hír a hétre, hogy az Altria újabb osztalékot jelentett be. Nézzük meg, szóval az Altria bejelentett egy 90 centes osztalékot per negyed év. Ugye látható, hogy 90 centet fizetnek minden részvény után. Itt nem volt emelés, az Altria jellemzően mindig a a most következő negyed évben emel, szóval a következő negyed évben várható emelés, valószínűleg lesz is emelés, ugye, mert tudjuk, hogy az Altria az egy, az egy olyan vállalat, amelyik több mint 50 éve fizet és emel folyamatosan évről évre osztalékot. Ugye az Altria is már a héten kicsit elkezdett bugdácsolni, úgyhogy a videó felvételének pillanatában ilyen 52-53 dollár körül mozog egy részvény, és ezen, a, ezen, az árszinten az induló osztalékhozam ismét elérte a 7%-ot. Szóval aki osztalék miatt venne altriát, szerintem az most már lehet, hogy megint egy jó, egy jó vétel. Ez, a, ez az osztalék ez július 11-én lesz kifizetve, és az ex dátum, amikor legkésőbb birtokolni kell a részvényt, hogy jogosultak legyünk erre az osztalékra, az pedig június 14-e, Szóval még közel egy hónapunk van, hogy vásároljunk Altriából, szóval, hogyha esetleg tovább esik, akkor ez jó vételi pozíció lehet szerintem. Annak ellenére, hogyha tovább esne, én akkor sem bővíteném az Altria pozíciómat, mert nem azért adtam el, hogy újra bővítsek. A másik vállalat pedig, ami osztalékot jelentett be az én portfóliómba, az egy. Ez egy olyan vállalat, amin még egy hónapja azon is gondolkoztam, hogy eladom, de végül megtartottam. Most már pluszban vagyok vele, és be is jelentettek egy 5%-os emelést, ami ilyen piaci helyzetben szerintem abszolút jó, és nagyon-nagyon és örülni kell neki. Ez a vállalat, ez nem más, mint a Legeten plett, A Legeten Plet 5%-kal emelt osztalékot, mint láthatjuk, 44 centet fizet minden egyes részvény után. Ez egészen pontosan egy. 4,8%-os emelés az előző osztalékhoz képest, ami 42 cent volt. A mostani árfolyamhoz viszonyítva az induló osztalékozom 4,73, szóval közel 5%-os, ami szintén jó, ugye szintén egy olyan vállalatról beszélünk, ami 50 éve fizet és emel folyamatosan osztalékot, szóval az osztalékra itt is úgy tekinthetünk, mint egy, mint egy stabil bevételi forrás. Ez az osztalék július 15-én lesz kifizetve mindazoknak, akik június 14-ig birtokolják ezt a részvényt, vagy ezeket a részvényeket. Ugye ez nagyjából ugyanaz a dátum, mint az Altriánál, szóval itt is nagyjából még egy teljes hónapunk van a vásárlásra. Szerintem a Legeten Plett is elég jó vétel most, amennyiben tovább esne, akkor még jobb vétel lenne. Itt lehetséges, hogy bővítenék pozíciót egy esetleges nagyobb esés esetén. Na és akkor beszéljünk egy picit arról a két vállalatról, ami teljesen új pozícióm, ugye, mint említettem, ez nem más, mint a JP Morgan és a, és a Tiro. Nézzünk akkor először rá a JP Morganre, ugye a JP Morgan az a, tulajdonképpen a legnagyobb amerikai bank. Jelenlegi árfolyamán a JP Morgan 3,38%-os induló osztalékhozammal elérhető, ami a JP Morgannél azt gondolom, hogy egy jó induló osztalékhoz, viszont ami a veszély ennek az az, hogy a, a bankok általában nem csak a JP Morgan, hanem tulajdonképpen minden amerikai bankra jellemző, ezt talán egy-két kivétel van. Szóval, hogyha mondjuk egy recesszióba kerülünk, akkor valószínűleg a bankok lesznek az elsők, akik osztalékot fognak vágni. Szóval ilyen szempontból a JP Morgannek az osztaléka, az nem tekinthető szerintem egy, egy stabil osztaléknak, itt simán benne van szerintem, hogy osztalékvágás lesz. Nem is feltétlenül az osztalék miatt vettem fel a portfóliómban, hanem azért, mert szerintem ez a cég most picit alul értékelt, és lehetséges esetleg árfolyam nyereség itt a következő hónapokban, esetleg években. Hogyha tovább esne, én ezt a pozíciót is nagyon szívesen bővíteném tovább. Na, de ha beszéltünk róla, akkor gyertek, nézzünk rá JP Morgan-re a fastgraphson, szóval látható, hogy a 118 dolláros áron 3,38%-a az induló osztalékhozam a jelenleg a JP Morgannek, és látható, hogy itt elérhető a, a grafikon szerint nagyjából egy 18,7% közel 19%-os éves hozam, ugye ebbe bele vannak számolva az osztalékok is. Szóval ez szerintem elég jó vétel lehet hosszú távra. A másik vállalat, amit felvettem a, a portfóliomba, az pedig ugye a Tiro, mint említettem, gyertek nézzünk rá erre is. Nagyjából ugyanaz látható, mint a JP Morgannél, egy picit nagyobb a, a, hozam, ami elérhető, ugye itt 20, nagyjából 22 egész pontosan 21,9 nagyjából az elérhető árfolyam nyereség, plusz az osztalékhozam, amit itt látható. Persze tudjátok, ezeket a grafikonokat sem kell készpénznek lenni nem biztos, hogy ez fog történni. Ezek csak ilyen előrejelzések, ugye ez jól mutatja, hogy szerintem mindkét vállalatnak most az árfolyam az, az elég lent van, és szerintem mind a kettő jó vételi pozíció, most elmondom még egyszer, hogy csak szerintem, nem pénzügyi tanácsadás. Szóval ez volt az a két vállalat, ami... Á, ah, igen, és amit még el akarok mondani, hogy a Tirolnak ugye látható, hogy 4%-os az induló osztalékhozama, és elég ritkán elérhető ez a vállalat. Én azt láttam ilyen 4%-os induló osztalékhozammal, és itt elég stabilnak is mondják az osztalékot. Kevesebb esély van arra, hogy a Tiro osztalékot fog vágni, mint arra, hogy a JP Morgan fog osztalékot vágni. Úgyhogy szerintem ez most mindenképp egy jó vétel, de meglátjuk, hogy mi fog vele történni. Itt is, amennyiben tovább esne az árfolyam, szerintem én még bővíteném ez a, ezt a pozíciót. Mindkét vállalatnál kettő-kettő darab részvényt vettem, úgyhogy ezek jelenleg még elég pici pozícióim. Ezeket tulajdonképpen azért vettem meg, hogy jobban lássam az árfolyamot, és így napi szinten látom, hogy mi történik velük. De amennyiben tovább esne, bármelyik, én biztos, hogy bővíteném ezeket a, ezeket a pozíciókat. A Tiron amire még ránéztem, az nem más, mint a az osztalék emelés üteme, ugye szoktuk ezt uh, nézegetni itt a csatornán, és amikor ránéztem, akkor gyertek nézzetek rá ti is, akkor elég furcsa dolgokat láttam, ugye látható itt 2021-ben a Seeking Alpha oldal szerint, hogy itt volt egy 103%-os emelés, és nem nagyon értetem, hogy itt mi történik, meg 2016-ban egy mínusz 47%, 2015-ben pedig egy plusz 131%, szóval elég furcsa volt ez nekem így első ránézésre. És mivel eddig nem nagyon követtem én ezt a vállalatot, nem értettem, hogy pontosan mi is történik. De, hogyha ránézünk az osztalék kifizetésekre, akkor láthatjuk, hogy 2021-ben, itt a közepén, amit be is karikáztam pirossal, látható, hogy volt egy bónusz osztalék, 3 dollár, ami szóval ez nem a negyedéves osztalék, egyszerűen csak gondolom, nagyobb profitja volt a cégnek, és úgy gondolták, hogy adnak egy ilyen bónusz osztalékot. Szoktak ilyet csinálni a vállalatok, sajnos jelenleg én még ezt egyelőre nem tapasztaltam, nem volt olyan cég a portfóliómban. Ha jól tudom, a Pfizer is fizetett egyszer egy ilyet, de én akkor a pfizer még nem birtokoltam. Szóval látható, hogy 2021-ben a Tiro fizetett egy ilyen bónusz osztalékot, 3 dollárt, és gondolom ahhoz számolták azt a 100%-os emelést, mert itt összeadták gondolom a Seeking nál a tulajdonképpen öt kifizetett osztalékot, és így lett meg ez az emelés, de láthatjuk, hogy elég jó ütemben emel azért a Tiro, mert 2020-ban csak 90 centet fizettek, azt felvitték 1,08-ra, 2022-ben pedig felvitték 1 ,20 dollár szóval ezek azért elég, elég szép emelések, és szerintem most az induló osztalékhozom is, is elég jó, úgyhogy szerintem a Tiro most egy nagyon-nagyon jó vásár. Na és akkor ne húzzam tovább az időt, gyertek, nézzünk rá a portfóliómra, és nézzük meg, hogy milyen részvényeket vásároltam még ezeken kívül, a 30 darab eladott Altria részvény után megmaradt pénzből. Szóval így néz ki most a portfólióm, ugye az Altria az látható narancs ott 27 darab részvényem maradt, ugye 57 darab részvényem e, volt, ez a 27 darab, 26 darab van trading 2 1 2 és egy darab van még mindig Revoluton. A 3M 13 darab, a 3M az ugye nem nagyon akar menni sehova, folyamatosan ilyen 150 dollár körül mozog. AMD nem bővítettem, de gondolkodtam rajta, 8 darab részvényem van, a héten az AMD átlépte ismét a 100 dolláros határ, de onnan vissza is esett. Bristol Myers 9 darab, Cardinal Health 4 darab, IBM 5 darab. A JP Morgannél, ugye erről beszéltünk, az új pozíció, ott vásároltam két darab részvényt. Legeten Plett, 21 darab, erről is beszéltünk, ugye 5%-kal emeltek most osztalékot. Szóval ezen itt sem gondolkodom most már eladáson, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt. Meta, vettem még kettő darab meta részvényt, így a metánál most már 10 darab részvényem van, és most már ez az egyik legnagyobb pozícióm. Én azt gondolom, hogy a meta 200 dollár alatt még mindig egy nagyon-nagyon jó vétel, és ha lenne több szabad pénzem jelenleg, akkor a metát én még mindig merném bővíteni. Omega Hellscare 11 darab, ez egy elég kicsi pozíció, de ugye akkor az induló osztalékhozom az Omega hellscare hogy mindig amikor ránézek a telefonomra, és látom, hogy megkapom az Omega hellscare az osztalékot, akkor csak így nézek, hogy miért kapok ennyi osztalékot egy ilyen kicsi pozíciótól. Hát igen, nagyon nagy, nagyon nagy itt a az osztalék, nem tudom meddig fenntartható, de az biztos, hogy, hogy amíg fizetik ezt az osztalékot, addig az Omega Healthcare szerintem nagyon-nagyon megéri tartani. Realty Income, itt van 13 darab részvényem, ezt sem bővítettem. A múlt héten járt a Realty Income egyszer ilyen 62 dollár körül, ami szerintem nagyon-nagyon jó vételi pont volt, és nagyon hamar vissza is pattant onnan 68-70 dollár körülre talán egy napig volt ilyen 62 dolláron elérhető, de hát azon az árszinten szerintem érdemes lett volna belevenni, esetleg írjátok meg, hogy van-e köztetek olyan, aki vásárolt 62 dolláron Realty income kíváncsi vagyok. Starbucks, itt vásároltam még 5 darab részvényt, a Starbucksnál így most már 11 darab részvényem van, a Starbucks most ilyen 70 dollár körül mozog, a Starbucks is azon vállalatok közé tartozik, amit, amit nem a nem az osztalék miatt tartok a portfólióm, ugye a Starbucksnál 3% alatt van az induló osztalékozom. Én itt árfolyam nyereségre spekulálok, ha fogalmazhatok így. Következő hónapokban esetleg egy-két éven belül, ha helyre jön a piac, akkor szerintem a Starbucks az, az szépen fel fog menni. Tiro, ugye erről is beszéltünk, ez új pozíció, kettő darab részvény, Tattooed shift vásároltam még egy darab részvényt, jelenleg mínusz 33%-on vagyok a Tattooed shift ne csináljátok utána ezt a mutatványt, uh, Verizon-nál vásároltam még kettő darab részvényt, a Verizon is azon cégek közé tartozik, ami szerintem most jó vétel szól, 5% felett van az induló osztalékhozam, elég ritka a Verizonnál, ha bár ugye tudjuk, sokszor beszéltem erről is, hogy keveset emel, de 5% feletti induló osztalékhozam a Verizonnál szerintem nagyon jó, és árfolyam nyereség is van a cégben szerintem a következő években, szóval nem hónapokban, de inkább években, de amíg fizetik az osztalékot, addig nagyon jó, és szerintem most nagyon jó vétel a, a Verizon. Walgreens, hát itt is volt egy érdekes történet, mert a Walgreensnek csütörtökön volt az ex és szerdán esett egy ilyen 6%-ot, úgyhogy mi kell több egy osztalék befektetőnek, mint hogy exdét előtt egy nappal egy vállalat egy ekkorát essen. Úgyhogy gyorsan vásároltam még 6 darab részvényt a Walgreens-nál, most már ez is elég nagy, uh, nagy pozícióm, Ugye a Walgreens is egy bajnok vállalat, szerintem az osztalék az, az, lesz fizetve sokáig még, és a Walgreens is azon vállalatok közé tartozik, aminél én reménykedem árfolyam nyereségben. Szóval így néz ki most rácok a portfólión, kérlek írjátok meg hozzászólásban, hogy szerintetek jól tettem-e, hogy eladtam az Altriát, vagy sem, és hogyha jól tettem, jól tettem, hogy ezeket a cégeket vásároltam, vagy szerintetek, vagy ti mibe fektettetek volna, esetleg azt arra is kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan reagáltok most erre a piaci helyzetre, mert ugye elég, elég kemény heteket élünk, ugye nem, nem megy az S&P 4000 felé, továbbra is vannak napok, amikor, amikor minden szakad, és vannak elemzők, akik azt mondják, hogy ez még csak a kezdet, nem tudom, mit mondjak ezzel kapcsolatban, nem tudom, mi lesz a, 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 jövő, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy reagáltok, miket vásároltok, esetleg nem vásároltok, készpénzt tartottok, eladtok, nem adtok el, kíváncsi vagyok, írjátok meg. Ez lett volna a mostani videó, ne felejtjétek továbbra is, érvényes az a promóció, hogy amennyiben regisztráltok Trading 2, -2 re az első 1 eurós befizetés után jogosultak vagytok egy darab részvényre, aminek az értéke nem haladja meg a 100 eurót. Erről a videó leírásában is találtok további információt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, kérlek, amennyiben tetszett, tudjátok, mint mindig nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek, ne feledkezzetek el feliratkozni, és akkor találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!